Az Ajkai Újtemetőnél vagyunk, ahol néhány helyi lakos jelezte, hogy a behajtani tilos tábla mellé egy kamerával megfigyelt területtábla is kikerült. Milyen célból került ki ez a tábla? A tábla ugye egy kötelező tájékoztatás abban az esetben, hogyha felvétel készül bármilyen közterületről. Ez mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy ez jelenleg még nem éles, tehát a kamera nem üzemel, nem készít felvételeket, és egybe szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy amikor ez élessé válik, akkor természetesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal alapelvei szerint fog működni. Mi a gond azzal, hogyha behajtanak kocsival ide a temető területére? Hát alapvetően több problémát is okoz. Ugye a temető fenntartáshoz hozzátartozik, hogy biztosítjuk a kegyelet gyakorlás nyugalmát. Tehát ha valaki kijön egy sírhoz, gyertyát gyújt, szeretne csendbe békésen megemlékezni az elhunytjairól, akkor nem feltétlenül praktikus, hogyha folyamatosan autók vágtáznak el mellette. A másik probléma, hogy zavarja a temetéseket. Sajnos olyan esetek is voltak, amikor egy temető látogató azon volt felháborodva, hogy nem hajthat keresztül a gyásznépen. Más esetben meg is tette. Gondoltak arra, hogy temetések után 6-8-ig lehessen látogatni autóval a temetőt? A környező temetőkben ezekre különböző megoldások vannak, a tapolcai temető például egyáltalán nem látogatható hétfő kivételével. Hétfőn kinyitják a sorompót, az összes többi napon nem lehet behajtani. Mi arra gondoltunk, hogy próbálunk egy rugalmasabb megoldást kialakítani, hiszen nem biztos, hogy az adott temetőlátó éppen 6 és 8 óra között akar, tud kijönni a temetőbe. Ennek megfelelően próbálunk ügyfélbarát módon. Tudom, hogy ez valamilyen szinten korlátozást és kellemetlenséget jelent, de ezen belül azért a város lakosságának, a temető látogatának igényeinek megfelelően. Milyen büntetésre számíthat majd az, aki megszegi ezt a szabályt? Alapvető célunk nem a szankcionálás. Azt szeretnénk, hogy normális keretek között zajlana a járműforgalom a temetőben. Ezt egyébként egy 2005-ös önkormányzati rendelet olyan módon szabályozza, hogy gépjárművel, motorkerékpárral, illetve biciklivel is tilos az útjaink közlekedni. Azért látszik, hogy ez a tábla nem most került ide. Miért most lett probléma vajon itt? Én azt gondolom, hogy volt egy olyan fajta gyakorlat, hogy ezt próbáltuk egy picit liberálisan kezelni. Bement valaki autóval, dolga volt, az ember nem csinált belőle problémát, de sajnos ez elért egy olyan szintet, ugye, hogy az autók száma is észrevehető, megszaporodott Ajkán is és az országban is. Ez mert sajnos a mentalitás is egy picit változott, mert az emberek úgy érzik, hogy ha én kiviszek egy szál virágot, az a fel kell, hogy vágtázzak a sírhoz. Tehát mi ezt nem szeretnénk, nem átjáróház egy temető, az ott valóban, ahogy az elején is említettünk, alapvető feladat az, hogy a méltó feltételeket meg tudjuk teremteni a kegyelet gyakorláshoz. Hogy ez miért okozott most problémát, én azt gondolom, hogy a baj nem az, ha kamerával megfigyelnek egy területet, az ennél nem azok tiltakoznak, akik szabálykövetők. A problémája azoknak van, akik ezt a szabályt nem tartják be. Ha valaki ősszel virágföldet szeretné behozni, vagy olyan mozgásképtelen szerettét, aki nem tud járni, az milyen engedéllyel, vagy hogyan tud bejutni? Ezt kétfelé választanám. Mozgáskorlátozottak számára eddig is lehetőség volt a gépkocsival való behajtásra. A rendeletben, illetve a mögöttem megtalálható szabályzatban, ami ott szerepel fent a hirdetőfalon, egyértelműen le vannak írva ezek a dolgok. Tehát ha valaki ebben mélységeiben el akart volna merülni, akkor eddig is megtehette volna. Tehát lényeg az, hogy mozgáskorlátozottként bemehet, egyedi behajtási engedélyt pedig az irodánkon személyesen fog tudni kérni bármikor. Az engedélynek van valami költségvonzata, illetve hány nappal előtte kell megkérni? Vannak olyan temetők, ahol ezért valóban pénzt kérnek a behajtásra, nekünk ez nem áll szándékunkban. Nekünk nem az a célunk, hogy ezen keressünk, az a célunk, hogy normális körülményeket teremtsünk a temető látogató többségnek. Ennek megfelelően ennek költségvonzata nem lesz. A kérésünk az, hogy 3 nappal előtte kérje meg valaki az engedélyt, illetve 3 napon belül kérje meg az engedélyt, és ezt személyesen az irodánkban teheti meg. Azért ragaszkodunk a 3 naphoz, mert ekkor már tudjuk azt, hogy lesz-e temetés az adott időpontban. Ha már a pénznél tartunk, azt látjuk itt a temető előtt, hogy gyönyörű parkosítás és parkolóépülés folyik. Nyugtassunk meg mindenkit, hogy továbbra is ingyenesen lehet itt parkolni. Így van. Ez továbbra is ingyenesen megtörténik, és én azt gondolom, hogy ha valaki azért megy be autóval a temetőben, mert nem tud leparkolni kívül, akkor az valószínűleg nem nyitotta ki megfelelően a szemét. Lehetőség megvan rá. Én azt gondolom, hogy 50-70-80 métert gyalogolni, aki olyan karban van, az meg tudja tenni. Ne rohanjunk, szálljuk rá az időt. Ennek a kamerának valószínűleg pozitív vonzata is lesz. Csökkent egy kicsit az illegális szemét lerakó a konténerekbe, vagy a sírrongálás a kamera miatt?
Szükség volt rá, tehát a lopásokkal kapcsolatosan rengeteg bejelentés érkezett hozzánk, ami sajnos már olyan szintre ért el, hogy virágot, vázát, egyebeket. Hát régen a temető egy picit olyan szent helyként volt kezelve, hát ez a mai világban úgy látszik, hogy megszűnni fog. És ennek megfelelően, ugye, ahogy említettük, a lopások mellett, ugye, ahogy említette, a szemét elhelyezés volt még egy másik nagyon jelentős probléma. Voltak olyan vállalkozók, akik konkrétan egy lebontott fürdőszobát, vagy elejtett vaddisznót, vagy egyebeket helyeztek el itt, mert úgy gondolták, hogy ez így jó. Szerintünk ez így nem jó. Mit szól ahhoz, hogy mostantól ugye kamerával megfigyel terület, és 3 nappal előtte be kell jelenteni, hogyha valaki szeretne autóval bejönni ide? Hát az az igazság, hogy ide jönnek olyanok, akik rokkantak. Én nem vagyok az, de sokkal az utcámat jöttem be autóval, különben nem igen járok be. De rokkantak, azok bejöhetnek. Igen, ne, nem jövök be akkor. Hát még az ágésre megállni az, hogy onnan kintre begyalogoljak, de volna például hoztam ugye Ödvödör Murván, akkor bejöttem autóval. És akkor az 3 nap előbb be kell jelentenem a telkezési vállalatnál. Így van. Hát. Mert mostantól ugye büntetésre számíthat az, aki bejön ide autóval és megzavarja esetleg egy temetést. Igen. Hát ha úgy veszük, akkor jogos, ugye, mert a temetés. De hát most arra mit mondjak? Most az ember hozzájut kavicshoz, vagy olyan dolga van, akkor... Bejelentés jöhet? Igen. És akkor az hol van az az iroda, ahol be kell jelenteni? A régi temetőnél. A régi temetőnél, tudom. A virágbolt, ahol van. Igen, igen. Ott a virágbolt oldalában van valahol nekik az irodájuk. Igen. Hát akárdan így lesz, hogyha nem fogok bejönni, ugye, értelemszerű már hát be tudok gyalogolni, és fordul a kettőt. Szóval rengetegen hoznak be mindenféle szemetet ide. Igen. Nem látott még tévéket, vagy nem odavaló tárgyat a konténerekbe? Láttam. 2-3 évvel ezelőtt volt körülbelül, a nagynénémnek a sírjánál voltam a túlsó végén, és leghátsó konténerben. Hát egy gyöngébb idegzetű ember elájult volna. Műlábat láttam, gyönyörű fehér zoknival. Még jó, hogy nem vagyok olyan ijedős. Úgy szenték. Hát ezért is lesz jó, hogyha szabályozzák, és a háziorvosomnak elmeséltem, és el voltak szörnyűködve, hogy nem ijedtem meg, hogy... Csak mondtam, hogy ahogy de szép fehér zoknid van. De tényleg furcsálottam, hogy műlábat oda lecsatolták, és csak úgy bedobták, vagy nem tudom. De na, ez nagyon meglepő volt. Ezen kívül más szemetet úgy nem láttam, de hát ez... Mi már hallottunk vaddisznótetemről is, hogy az is volt. Igen. De ez a műláb, hát ez tényleg ez... Autóval jöttek be, látom. Igen, mert az anyu nem tud végül is fulladni, mivel aszmás, és nem tud bejönni, és azért szoktam mindig ide behozni, és aztán akkor megcsinálunk a dolgunkat, és akkor megyünk haza. És megkérdeztetem, hogy engedélyt sikerült kérni? Hát igaziból nem kell ilyenkor engedélyt kérni, csak akkor, ha dolgozunk, aztán sokáig maradunk. Na, az anyu jobban tudja. Valamit úgy csinálunk, ugye már, hát most csak... Nyilván most van az első férjemnek a 30. évfordulója, aztán én nem szeretem, mikor ilyen sok műanyag virág van. Az élőt meg azért nem szeretem, mert nem tudok kijárni hozzá. Aztán most csak ilyen pici virágot hoztam, hogy majd beteszem ide az üvegbe, a lámpába, de hát sajnos nem fér be. Szorosítottam a másik mellé. Hát mondom, azért kijövök már. Hát az ember 30 évig együtt élünk. Ennyit megérdemelnek. Így van, és mi a véleménye arról, hogy szeretnék szabályozni ide a kocsibehajtást a temetőben, hogy nem mindenki szabadon mászkálhasson? Hát az az igazság, hogy az jó, hogyha szabályozzák, csak akkor valóban az kellene, hogy akik nem tudnak bejönni, már idősek, itt már idősek vannak. Ugye már azoknak a párjuk hal meg, és itt a fiatalok, azok hozzák be a szülőket. És na most, ha nem hozhassák be, Akkor hogyan, én is hogyan jövök be? Engedéllyel. Az igaz, de na azért mondom, hogy engedéllyel, szóval akkor elmegyek engedélyt kérni. Ugye? De hogyha nem kér valaki, és ha megbüntetik, hát akkor ha egyszer ki van írva, hogy engedélyt kell, akkor engedélyt. Szóval akkor a törvényt nem lehet megszegni, mert az büntetéssel jár. Úgyhogy ne reszkérhozzunk. Üdvözlöm, ugye tudja, hogy autóval tilos behajtani engedély nélkül?
Be lehet jönni, hogyha valakinek fáj valami. De ön látom autót most. Nem, csak a szélvédőmet pucolom, nem mosok autót. Megpucolom a szélvédőmet, nem láttam ki. Itt voltam rendezni a sírokat. De azt tudja, hogy nem lehet akkor se bejönni, hogyha valakinek fáj valamia. Csak akkor lehet bejönni, hogyha engedélyt kap arra, hogy behajtson ide, illetve van rokkant kártya az autón, de az ön autója nincsen rokkant kártya. Az én autómon nincsen, de sajnos tényleg fájnak mindenem. De egyébként addig nem volt ilyen problém. Tehát azután majd akkor nem jövök be, hát egyértelműen. Engedélyt kell 3 nappal előtte kérni. Lehet kérni az irodán engedélyt. És akkor nem, és különben akkor... büntetés lesz. Jó, köszönöm jó? Szépen, de... Csak szóltunk. Többször is bejöttem, bár időt is hoztam, a murvát is hoztam, hát bejöttem. Pont ezért találták ki ezt, hogy engedélyt lehet kérni, hogy aki murvát akar hozni, az be tudja hozni a murvát. Jó, ennyi, már felvilágosultabb vagyok, köszönöm.